Vasárnap ismét megtelt a Nagyszeben és a Radnóti utca sarkán lévő játszótér, ahol immáron hatodik alkalommal rendezték meg a Manótéri kalandos délutánt. Lezárjuk egy kicsit a nyarat, megnyitjuk az évet a gyerekeknek, még egy utolsó nagy játék. Ez a rendezvény mindig az iskola kezdés előtti utolsó vasárnap van, úgyhogy szó szerint zárjuk a nyarat, és önfelett játékot szeretnénk, élményeket, emlékeket adni a gyerekeknek, még így egy nagy lendületet az iskolára. A gyerekeket népi fajátékok, ugrálóvár, trambulin, mobil játszóház és lupi hajtogatás várta, de kipróbálhatták a kézügyességüket is Török Emőke bábkészítővel, aki megmutatta, hogyan varjanak manótéri manókat, míg a Szabad Művészeti Társaság tagjai a gyerekek arcát festették ki, addig a programot egy pasztelkrétával készített képen örökítette meg az egyik látogató. Megígértem a Timának, hogy az idén kihozom az állványomat, és csinálok egy képet, vagy akár kettőt a rendezvényről megörökítem, és akkor egy emlék lesz nekem is, esetleg, hogy kell nekik, akkor odaadom a továbbiakban. És remélem jövőre ugyanígy, hogyha lesz rendezvény, jövök mindenképpen. Természetesen az alkotó lánya is szeret rajzolni, festeni. Apukámtól átvettem a rajzos tudását, mert a családban náluk a családban ő volt az egyetlen, aki rajzolt. Hanna a programon a Rock Színház előadását várta a legjobban, amely 4 órakor a tanodások műsorával vette kezdetét. Csillog, villog a szemüveg, a hűséges jó barát. A szórakozás mellett fontos szerepet kapott a jótékonykodás is. A fiatal családosok klubja ugyanis tanszergyűjtést hirdetett.